Jó estét kívánok a 60 Televízió nézőinek, önök a kommentársoron következő adását látják, melyben bemutatjuk az újonnan elkészült szociális intézményt, amely most már a Radnóti téren található. Ezügyben köszöntöm három mai vendégünket is, akikkel erről fogunk beszélgetni. Köszöntöm Semperger Katalint, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Hálózatnak az igazgatónőjét. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm Szakálné Páli Margitot, aki ennek az értelmi fogyatékos területnek az intézményvezetője. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És hát köszöntöm Gabikát, Jakus Kapicát. Jó estét! Szia! Minden. Aki ennek az otthonnak az egyik lakója, és majd mesél arról, hogy érzi ott magát. Kezdjük akkor ott, hogy volt egy olyan körülmény egészen idén, mondjuk májusig, ami egy bérleményben kapott helyet, nem más, mint ez az egész intézményhálózat. Itt volt a Kossuth téren, a régi takarékszövetkezet épületében. Aztán jött egy nagyon nagy munka, és május 31-ével történt az, hogy átköltözött egy végleges helyre. Meséljünk az előzményekről, hogy hogyan történt ez a jellegű költözés. Szeretném elmondani, hogy nagyon sok alkalommal, azt hiszem 4-szer költözött az intézményünk, és ahogy elindult ez az intézmény 1989-ben, úgy épült és nőtte ki magát és az épületeket, és ezért is volt szükség a költözésre. A legutóbbi helyszínünk az a Kossuth tér, a takarékszövetkezet épülete valóban. Itt 2012-ben költözött be az intézményünk, és itt láttuk el a város központjában úgymond azokat a feladatokat, amelyeket a jogszabály is ugye előír. Fontos tudni rólunk, hogy mi alapellátó intézmény vagyunk, és az összes alapellátási feladat, ami kötelező a város vezetés számára, ez megtalálható volt ebben az intézményben, ugyanúgy, mint ahogy a költözés után is. Mondjuk is el, hogy milyen alapfeladatokat lát ez a nagy szolgálat. Ez a nagy szolgálat a következő feladatokat látja el, úgy, mint étkeztetés, házi segítségnyújtás, család és gyermekjóléti szolgálat, közösségi pszichiátriai alapellátás, család és gyermekjóléti központ és a támogató szolgálatunk kap helyet ebben az új intézményben. Hát ez egy nagyon nagy integráció, és hát nem könnyű területekkel foglalkozni. Ez a szociális része, így igaz. Mert hogy mindig el szoktam mondani, hogy nem csak ennyiből tevődik össze az intézményünk, hanem egészségügyi, illetve gyermekvédelmi feladatokat is ellátunk. De ez az új rész, úgymond a szociális feladatokat foglalja magába. És jött egy lehetőség, hogy akkor az önkormányzattal karöltve megvalósítanak valamit, és ez meg is valósult. Hát erről ez egy nagyon nagy álom volt, igen, mert hogy nagyon rossz volt megélni a mindennapokban azt, hogy jönnek, ki volt írva először is az épületre, hogy eladó. Többször jöttek be megnézni, hogy megvásárolják-e, nem tudtuk. Tehát ez a takarékszövetkezet épülete volt, és így dolgoztunk. És mindig a munkatársak is bizonytalanságban voltak, kérdezgették, hogy na, megvették-e, nem vették-e, és így ez egy picikét mindig rányomta a bélyegét, úgymond a munkavégzés. Tehát a fedél a fejünk felől. Igen, hogy mikor tűnik el, és egyszer csak eltűnt valóban, mert hogy a tavalyi év végén jött a hír, hogy megvásárolták ezt az épületet, és valamit kell kitalálnunk. És ekkor az önkormányzat segítségével gondolkoztunk, de nem csak abban, hogy ezt az épületet költöztessük, hanem van nekünk egy fogyatékkal élők nappali intézménye is, ez a Bajcsi út 69 szám alatt volt megtalálható igen sokáig. Ez is olyan rossz műszaki állapotba került, hogy hiába újítgattuk, festegettük, vizesek voltak a falak, dohosak. Tehát már az igen, alaphelyzet is rossz volt. Igen, rossz volt, igen. Pont ugyanezt akartam mondani, az alaphelyzet is, és éppen ezért a két intézményt próbáltuk meg beleképzelni egy újabb épületbe. Akkor meséljük el, hogy bele is képzeltük, hiszen átadásra került, és most már van majdnem 2 hónap, hogy ott működik ez az intézmény. Hogyan sikerült megvalósítani, milyen területeket, milyen helyiségeket lehet ott látni, illetve miket sikerült kialakítani ebből az épületből, és hol található?
A Radnóti tér 2/A-szám alatt az úgynevezett cukorgyári porta épületbe található ez az új intézmény. Kétszintes, az alsó szinten található a fogyatékkal élők nappali intézménye, amely teljes átalakítás alatt, teljes átalakítással került birtokba vételre, illetve a felső szinten találhatók azok az irodák, amelyek ugye átjöttek a Kossuth térből, illetve a fogyatékkal élők mellett még az ügyféltér is kialakításra került, ahova pedig a városi lakosság úgymond bejöhet a problémájával. Akkor mondhatni, hogy egy teljes komplexum egy fedél alá került, és teljesen felújított állapotban. Milyen helységeket sikerült kialakítani? Hát, az irodákon túl, mert azért nyilván vannak feltételek egy ilyen egészségügyi intézményben. Természetesen jogszabály írja elő, hogy főként a fogyatékkal élőket kellett itt megnéznünk jobban. Tágas helyekre volt szükség, pihenőhelyiségre, csoportszobára, konyhára, melegítő konyhára, és azt gondolom, hogy vizes blokkokra, ez volt az alap kiinduló pont, és akkor emellé még sikerült olyan helyiségeket is becsempészni, ami ezen túlmenőleg a jogszabály fölött van. És hogyha már itt tartunk, hogy eltelt egy pár nap, vagy pár, mondjuk szűk két hónap, milyen a visszajelzés? Hogyan váltotta be a hozzáfűzött reményeket? Nyilván meg kellett szokni egy új helyszínt, teljesen más bejárat, teljesen más megközelítés, tehát van egy udvara is, amire hátra a parkrész felé ki lehet menni, tehát több a szabad terület. Hogyan működik, hogy látja most így? Én azt gondolom, hogy még szoknunk kell nekünk is, és a városi lakosságnak is. Mindenképp elmondható az, hogy jó helyen van. Tehát az új 60-iak és az ó-60-iak is könnyen meg tudják ezt az épületet közelíteni. Viszont még utómunkálatok most is zajlanak a kulisszák mögött, hiszen felállítani a számítógépes rendszert, informatikai hálózatot, ez még szinte mind a mai napig tart. De a munka elkezdődött. Én úgy gondolom, hogy a munkatársak is megszokták már, hogy ide kell jönni, és hát arról nem beszélve, hogy a fogyatékkal élők pedig őket kell megkérdezni, nekik jelentős, nagyon nagy változás, hogy ilyen szép körülmények közé érkezhetnek. Azt még azért hadd mondjam el, hogy ez egy hatalmas összegű beruházás volt, amit az önkormányzat önerejéből valósított meg, több mint 28 millió forintból tudtunk beköltözni ebbe az épületbe, és még ami most még hozzátevődik. És nem utolsó sorban megnyugtató, hogy egy saját intézményben van, nem bérleményben van. És még van benne fantázia, látunk még előrelépési lehetőséget, úgyhogy... És azért nagyon gyorsan, tűzoltó megoldással, de nagyon gyorsan sikerült ezt megvalósítani, hiszen pár hónap leforgása alatt ez már fedél alá is került az önkormányzat segítségével. Köszönöm szépen, igazgató asszony, térjünk át az intézményre. Más környezet, Bajcsi Zsilinszky utcából egy korszerű új intézménybe. Szakemberként, intézményvezetőként hogyan látja itt ezt az értelmi fogyatékosoknak közi otthonát? Hát, hogy szokták mondani, a jót könnyű megszokni, úgyhogy mi már azt gondolom, hogy egészen megszoktuk ezt az új helyet, ahol sokkal nagyobb tér van, a foglalkozásokhoz is kényelmesen el tudunk készülni. Ha valaki szeretne külön vonulni, arra is van lehetősége. Az ebédlőbe is kulturált körülmények között tudunk étkezni, nem kell összehúzni magunkat, mint a Bajcsi úti kisebb ingatlanban. Úgyhogy azt gondolom, hogy összességében mindannyian jól érezzük magunkat, mind a fiatalok, mind pedig a segítők. És milyen autentikusak vagyunk, mert hogy hoztunk egy lakót Gavica személyében, aki ezt a mindennapokat át is éli, mert ugye igazgató asszony kidicsérte a staférungot, az intézményvezető asszony elmondja, hogy korszerűbb, és most elmondod, Gavica, hogy hogy érzed ott magad. Nagyon tetszik? Jó. Igen. Miért tetszik jobban, mint a
régi új 60-i intézmény. Egészségesebb, meg szép tágas. Mikorra szoktál oda menni reggel? Hány órára érsz oda? Már reggel ott kezded a napot, és az egész napodat ott töltöd, igaz? Hát minden ott van. Az étkezés, igen. Napközbeni történetek, igen. És akkor meséld el, hogy mit szoktatok ott csinálni. Mert azért gondolom, hogy nem csak ültök abban a szép intézményben, ha már egészséges és tágas, akkor ki is kell használni, igaz? Igen. Mesélj róla, hogy te hogyan, mit csináltok ott a többiekkel. Beszélgettünk. Foglalkozások vannak? Igen. Na például? Varrás. Varrás, ez egy nagyon komoly precíz munka. Miket vartok? Mit varsz? Képeslapot. Asztalon. Tehát akkor igazi kézi kézügyességet kell oda befektetni. Hát ajándéktárgyakat, kisebb dolgokat szoktunk készíteni. És jó a csapat? Jó a igen. Csapat? Szeretitek egymást? Összetartotok? Igen. Igen. De azért gondolom szoktatok menni, együtt közösséget építeni. Igen. Nem csak ültök oda bent. Nem. Hanem vannak azért más programok is, igaz? Igen. És van barátod ott, Gavica? Barátnőm van. Azt a betyár minden. És jól kijöttök. Igen. Mi a legfontosabb neked, hogyha minden napokat nézzük? Mi a legfontosabb neked? A barátság. Meg a szeretet. Hát, ez szerintem teljesen szíven ütöttél itt mindannyiunkat. Valóban ezek a mozgatórugói az életnek. Igen. Hát örülünk neki, hogyha tényleg jól érzed magad. Igen. Akkor sokkal másabb. Igen. Azt mondod, és nehéz volt megszokni ezt az új helyet, hogy most már nem a Bajcsi útra kell menni, hanem ide be a város szívébe. Könnyű volt nektek is, igen, a jót megszokni? Igen. És akkor azt mondjátok, hogy ez jó helyre került. Igen. Akkor ha te mondod, és ott lakod, minden nap ott éled, akkor el is hiszük, hogy alátámasztod az itt elhangzottakat. Igen. Térjünk vissza intézményvezető asszony arra, hogy milyen foglalkozásokkal próbálják segíteni az ott élők mindennapjait. Ugye hallottunk a Vicától egy pár ilyen információt, de nyilván azért ennek igen, szakmai háttere. Hát arra törekszünk, hogy minél hasznosabban eltöltsék az idejüket, amit ott bent töltenek a napköziben. Hát a reggeli teendők után általában több csoportra osztjuk a társaságot, és kisebb csoportokban kézműves foglalkozásokat szoktunk tartani. Tehát a manuális készségfejlesztés. A manuális készségfejlesztés, így van. A szövés, a varrás, a fűzés, ezek a mindennapos tevékenységeink közé sorolhatók. Ezen kívül énekfoglalkozást tart szakember, illetve egyéni fejlesztések is történnek. És ha az időnk és az időjárás engedi, akkor a városba is szoktunk besétálni, tehát így a mindennapjainkba beiktatjuk azt, hogy egy-egy vásárlásba részt vegyenek. Most, hogy itt a Népkert már közel van, oda is átsétálunk. A felnőtt játszótérre is el szoktunk látogatni, és ide beljebb is a szökőkúthoz egy-egy fagyizást beiktatunk így a nyári nagy melegben. És szereted, Gavica? Igen. Akkor nem kell kétszer sem mondani, hogy nyugodunk és pattantok rögtön, igaz? Igen. És hány lakója van a napközinek? Vagy hány, mennyi a létszáma? 17 az engedélyben szereplő létszámunk, és ugye 19-re bővíthető, és ennyien vannak összesen. Tehát akkor a maximális és kollégák közül szempontjából milyen szakembereket igényel ez? Elmondta, hogy más csinálja az énekfoglalkozást. Igen, vannak óraadó kollégáink, és vannak gondozónőink, és terápiás munkatársunk, és vagyok én. És akkor ütem szerint nyilván azért odafigyelnek arra, hogy ünnepek következnek, egyebek, így mert van. Előbb elhangzott, hogy ajándéktárgyakat. Így van, dísztárgyakat, ajándéktárgyakat, ezeket mindig az ünnepekhez kapcsolódóan, illetve egymásnak is készítenek a fiatalok ajándékokat, illetve hát most a térnek a dekorálása volt a legfőbb feladatunk, képeket készítettünk, amivel díszítettük az új helyet. Tehát otthonossá tettük. Otthonossá tettük, igen, ezen. És milyen díszek vannak ott, ha már így nem vagyunk jelen, de a tévénézőknek abban elmondhatjuk, hogy mivel sikerült felöltöztetni az intézményt. Rajzokkal. Saját készítésű, ott rajzoltátok a rajzokat, igen, gondolom. Képekkel, igen, színekkel. Neked van kedvenc színed?
Mindegyik. Mindegyik? Hát az, a szivárvány az a legpompásabb színskála. Igen. Így van. Hát nagyon örülök neki, hogyha jól érzitek ott magatokat, és köszönöm szépen a beszámolót is. Intézményvezető asszony, kanyarodjunk vissza intézményre. Ugye elhangzott, hogy most a felújításról beszélgettünk, hogy átköltözött, végleges helyre került, működik. Elmondtuk azt is, hogy integráció van, tehát több intézményegység tartozik az igazgatása alá, és programokat és eseményeket is szerveznek. Nagy rendezvényeket is lesz idén is, már negyedik alkalommal egy nagyon szép rendezvény, és más egyéb rendezvények is. Milyen rendezvények jönnek? Szeptember 12-én készülünk majd az anyateljes napunkra. Az anyatejgyűjtő állomásunk 55 éves lesz, és ezt szeretnénk egy kicsikét megünnepelni. Ez az egyik, és szeptember 21-én pedig az esélyegyenlőségi napra megszervezésére kerül negyedik alkalommal sor. Azért azt mondjuk el a tévénézőknek, hogy ugye ez több hálózatot... Több szervezet, igen, több szervezet összefogásával. Mondjuk el, hogy milyen szervezet összefogásával. Mozgáskorlátozott egyesület a Lesznai iskola segítségével. Benne vagyunk a szervezésbe mi és a baptisták. Tehát akkor ez egy teljesen komplex esélyegyenlőségi program, itt szoktak vendégek lenni, fellépők lenni, előadások lenni. Egy tartalmas... Délelőtt szakmai előadásokat hallgathatunk, és délután pedig a kulturális események. És ez szeptember 21-e péntek. Így igaz. Tehát akkor lesz az anyateljes 55 éves évforduló, és ez a és az esélyegyenlőségi nap negyedszer. Akkor nem unalmas a nyár. Nem. Azon kívül, hogy átköltöztek, és be kell indítani egy új egyáltalán intézetet, nem unalmas. Akkor még pluszban két ilyen hatalmas rendezvényre is készülünk. Készülünk, igen. Összességében ebben a nagy rendszerben hány ember dolgozik? Egészen pontosan szerintem augusztus végére 100. Mert hogy egy új feladattal bővülünk, ez is előttünk áll, ezt is most kell kidolgoznunk. Ez az óvodai és iskolai segítő tevékenység lesz, ahol ismételten létszámot kell bővítenünk. Az előkészületek most zajlanak a háttérben. Önigazgató asszony megkapta a újabb 5 évre nem olyan régen a bizalmat. Igen. Nem unatkozik. Nem unatkozik. Jelenthetjük azért 100 embert igazgatni is, ilyen hatalmas szociális hálózatot, ahol azért érzékeny emberek vannak zömében, és nem könnyű feladat egyáltalán. Egy nagy teljesítmény. Hát kívánunk ehhez a teljesítményhez nagyon jó egészséget és kedvet. Ez nagyon-nagyon jó. És ahogy elmondta Gavica, a legfontosabb mi az, Gavica? Egészséges. Nagyon jó. Barátság. Ságos. És a szeret. Szeretet. Tehát, hogyha ez a három megvan, mindig mondják, hogy az a legfontosabb, hogy jó legyen a vérkép. Én úgy gondolom, hogy ha a vérkép jó, akkor az egészség is jó. És a szeretet és a barátság még ott van, mint fűszer, akkor lendíti ezt a történetet. Igen. És azt hiszem, hogy ezt a hálózatot nem is lehet máshogy csinálni. Én köszönöm szépen mindhármuknak, hogy itt voltak, és beszámoltak erről az eltelt időszakról, és egy kicsit ízelítőt adhatunk a jövőből is. Mindhármuknak jó egészséget és nagyon jó munkát kívánok. Köszönjük szépen! Kedves nézőinknek pedig köszönöm a figyelmét, legközelebb új adással mához egy hétre jelentkezünk. Addig is vigyázzanak egymásra és önmagukra is. Viszontlátásra!